Kiskörén egy bolt előtt gyűjtött támogató aláírásokat Schneider Tamás, a Jobbik parlamenti képviselőjelöltje, egyben pártja és a parlament alelnöke szombaton. A politikus már leadta a kötelező 500 aláírást az elmúlt hét elején, mintegy 600 további szignóval együtt, és most is tart a gyűjtés. Több mint 1100 aláírás már az első napon összegyűjtöttünk, azóta is folyamatosan jönnek az emberek és az ajánlást megteszik felénk. Úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, látszik az a változási szándék, ami ha a kormánypárti sajtóból nem is jön le, de az emberek között jár, viszont érzi az ember. Az egészségügy, az oktatás, az utak, a munkabérek kérdése és az emberek szociális helyzete, ezek a fő témakörök Schneider Tamás szerint akkor, ha szóba elegyednek vele a stand mellett az érdeklődők. 60-ban alacsony fizetéssel járó munkahelyek jöttek létre nagy mennyiségben, de ez kevés ahhoz, hogy a térség fejlődni kezdjen, vélekedett a politikus. Úgy látja, a választás térségi kimenetele két szereplőssé vált, közte és a Fidesz-KDNP jelöltje Szabó Zsolt között fog dönteni a szavazókorú lakosság. Kormánypárti ellenfele szerinte főleg térkövek lerakásában jeleskedett, de eredményesen lobbizott a térségért, amiért viszont nem érdemel köszönetet. Én azt gondolom, hogy térkövek lerakásában biztos, hogy jeleskedett az államtitkár úr, és azt sem mondanám, hogy nem próbált meg lobbizni a térségért, mert azért ez tény és való, hogy megtörtént, ami minden képviselőnek feladata. Tehát ezért nem érdemel senki sem különösebben köszönetet, mert ez a dolg, ezért kapja a fizetését nyilván minden országgyűlési képviselő. Viszont rengeteg kritikával tudom illetni azt a tevékenységet, ahogy már ezek a fejlesztések megtörténtek sok esetben. Van olyan fejlesztés, amit ön hozott képviselőként ebbe a térségben 4 év alatt? Nem vagyok kormánypárti képviselő. Ugyanakkor saját térségi fejlesztési eredményének felsorolása mellett arra sem tudott válaszolni nekünk a párt alelnöke, hogy hány támogatója volt a párt valódi nemzeti konzultációjának. Azt mondta, túl rég történt ahhoz, hogy erre pontosan emlékezzem. A valódi nemzeti konzultáció, jól tudom, az már egy jóval régebbi, talán tavaly előtti kezdeményezésünk. Igen, de nem olvastunk olyat, hogy mi volt az eredménye, tehát hányan küldtek vissza a leírásokat, az hogyan hasznosult. Megmondom őszintén, az, hogy 2 évvel ezelőtt pontosan mennyit küldtek vissza, már én sem tudom, hát nyilván több százezret, de hogy most pontosan hány százezer ilyen aláírás érkezett, illetve mennyien támogatták, azt én most tényleg fejből nem tudnám megmondani, ezért nem akarok azzal foglalkozni. A béruniós gyűjtés pedig természetesen folyik, hiszen azt májusban kell majd befejezni. A mi körzetünk nagyon jól áll, abban is hozzá kell tennem. Amire emlékezett, hogy majdnem 7000 aláírás gyűlt össze viszont a térségben a béruniós akcióban, és Schneider Tamás állítása szerint az óraátállítás eltörlésének kérdéséhez hasonlóan ezzel a témával is muszáj lesz foglalkozni a Brüsszelnek. Dacára annak, hogy az Európai Bizottság pár nappal a szükséges 1 millió aláírás összegyűjtésének megkezdése után már leszögezte, a bérpolitikát mindig a nemzeti gyakorlatnak megfelelően kell kialakítani. Ráadásul, ha sikerülne is összegyűjteni 1 millió aláírást egy év alatt, az Európai Bizottság akkor is mérlegelheti, hogy napirendre tűzi-e egyáltalán a kérdést.